25 fiatal vett részt az Altiszti Akadémia Csobánkai bázisán és harcászati gyakorlóterén megrendezett honvédelmi táborban. A harcos és túlélő közelharc tematikával megtartott táborban a különféle túlélési módszerekkel ismerkedhettek meg a gyerekek. Egyebek mellett elsajátíthatták a csomózási technikákat, és megtanulhatták azt is, hogy miként kell kiszabadítaniuk az összekötözött kezüket. Harcos tábor keretében túlélő foglalkozást tartunk, ahol egyrészt menedéképítéssel ismerkednek meg három különböző módban. Ezt először bemutattuk nekik ilyen laborkörülmények között, aztán kint az erdőben ezt el tudják gyakorolni, valamint a csoport másik fele különböző csomózási technikákkal ismerkedik meg, valamint fogságból való szabadulásnak egy pici területére láthatnak rá. Losonci Lillának a legnagyobb kihívást a fekvő támaszok jelentették, de végül ezzel a feladattal is megbirkózott. Tervei között szerepel, hogy önkéntes tartalékos katona szeretne lenni. Ma túlélő napot tartunk, és amúgy eddig elég érdekesnek tűnik az egész, mivel most épp csomóztunk, és én régen cserkészkedtem, szóval így az elég jól megy, de kíváncsi leszek, hogy a nap hátra levő részében mi lesz.